A Szolnok Televízió volt épületében, a jelenleg is átalakítás alatt álló ifjúsági házban tartotta meg az első szolnoki ima reggelit a Szolnoki Evangélikus Egyházközség. Az épület a későbbiekben a szolnoki fiatalokat szolgálja majd sajátos formában. A legfontosabb az, hogy annak a hétköznapi szokását, hogy hogyan élünk az emberi kapcsolatokban, és ezt mondjuk sajátosan keresztjén módon, vagy a keresztjén értékek alapján hogyan lehet megélni. Tehát nem elsősorban programokban gondolkodunk, hanem hogy ez egy otthon legyen a fiatalságnak. Az ima reggeli alapító gondolata Eisenhower amerikai elnöktől származik. Megpróbált egy olyan közös platformot találni, ahol nem az ellentétek számítanak. Ezt az egységet Jézus személyében találta meg. Ez nem ámítás, vagy nem csak protokoll szöveg, de tényleg nyugodtan tessenek falatozni közben is, nem veszem ezt udvariatlanságnak, az ima reggelinek ez a természete. A mai reggelinek a város életében történelmi jelentősége van, folytatta Győri Péter Benyámin, ilyen ugyanis még nem volt Szolnokon. Az ima reggelit hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az egyházközség. Rendszeressége lehet a legjobb, hogy olyan emberek jöjjenek össze, akik tudnak beszélni különféle, mondjuk úgy sorskérdésekről, a város fejlődéséről, fejlesztési lehetőségekről, gyerekekről, hitéletről, honvédségről, bármi másról, ami viheti előre a várost. Az első ima reggeli témája a szolnoki ifjúság volt, ezért elsősorban az oktatási intézmények vezetőit várták a beszélgetésre. Győri Péter Benyámin elmondta, egyelőre nem tudja, mikorra készül el az ifjúsági ház. Ez függ attól is, hogyan tudja a közösség az anyagi erőforrásait mozgósítani, és attól is, hányan segítik majd munkájukat. A házat a fiatalokkal együtt szeretnék kialakítani, hogy új közösségi terüket jobban a magukénak érezzék.